Eszter Béla Varga. A 30. születésnap, mint ahogy ember életében, úgy egy művészeti csoport életében is egy olyan állomás, egy olyan esemény, amelynek kapcsán mindenképpen érdemes egy pillanatra megállni, visszatekinteni az elmúlt évtizedek történéseire, fontosabb állomásaira, sikereire, nehézségeire, és előre tekinteni a jövőre vonatkozó elképzelésekre. A Fúvó zenekar megalakításának ötletét a Bakonyi Vakszítmánya Vállalat akkori vezetősége is elegesen támogatta. Az aktuális hangszervásárlásokhoz, az együttes belföldi és külföldi utazásaihoz, több mint másfél évtizeden keresztül a vállalat tapolcai működéséig jelentős segítséget. A zenekar történetének jeles eseménye az első fellépés 1983. május 1-én, amikor az együttes 15 főt számlál. Az idős szekciót Bergődob és egy szintányira alkotta. Az ezt követő években a csoport rendszeres résztvevője lett a bányásznapi ünnepségeknek, városi rendezvények.